Új templom Szakolyban az államalapítás ünnepén szentelték fel. Korszerűsítés, utakat újítanak fel Kisvárdán. Parlagfű és dinnye, a keresztallergia is nehezíti az életét az arra érzékenyeknek. Az államalapítás ünnepén Szent István király tiszteletére szentelték fel Szakoly új római katolikus templomát. A 116 millió forint összértékű beruházás alig 9 hónap alatt valósult meg a községben. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Szakolyban azért volt szükség új templom építésére, mert az előző épület leromlott statikai állapotban volt, ott már nem lehetett szentmisét tartani. Bacskai Erzsébet, a település polgármestere azt mondta, az augusztus 20-ai templomszentelés egy különleges ünnepnap a község életében, amelyet talán évszázadok múlva is emlegetni fognak. Tavaly novemberben rakták le az alapkövét Szakoly új római katolikus templomának. Az előző elbontására azelőtt néhány héttel került sor amiatt, mert az 1949-ben épített, majd 1996-ban tornyot kapott épület a szegényes anyaghasználat miatt statikailag egyre inkább leromlott. Alig 9 hónappal később, vasárnap az államalapítás ünnepén már az első szentmisét tartották a teljesen új római katolikus templomban, amelyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök szentelt fel. Az egyházfő szentbeszédében kiemelte, az új templom az emberiség rendszeres lelki megújulását is jelképezi. Azért vagyunk most itt, és azért van élő hitünk, azért van olyan kapcsolatunk az Istennel, amit persze újra meg újra meg kell újítani, de azért bízunk benne, hogy megvan, hogy megtapasztaljuk, hogy Isten országa itt van. Itt van bennünk, és itt van közöttünk, és itt különleges módon is jelen van ebben a gyönyörű, szép új templomban. Akik itt élnek, biztosan sokan ragaszkodtak az előzőhöz. Megmondom őszintén, nekem is nagyon tetszett az a sok szép kép, és úgy sajnáltam. De nem volt más lehetőségünk, és mindig a lehetőségekhez képest kell a legjobbat kihozni. Megnézzük ezt a szép kicsiny templomot, és mondhatjuk, hogy Isten segítségével kihoztuk a legjobbat, a legszebbet. Bacskai Erzsébet Szakoly polgármestere azt mondta, az augusztus 20-ai templom szentelése egy különleges ünnepnap a község életében, amelyet talán évszázadok múlva is emlegetni fognak. A településvezető hozzátette, a helyi római katolikus egyházközösség számára is nagyon fontos, hogy a debrecen-nyíregyházi egyházmegye új templom építése mellett döntött. Valamivel több mint egy évvel ezelőtt már életveszélyes volt benne szentmisét tartani. És a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökével történt egyeztetésnek az lett az eredménye, hogy az egyházmegye épít egy új templomot. A település pedig vállalta azt a feladatot, hogy a régi épület elbontásában segíti az egyházat, hogy minél hamarabb elkezdődhessen az új templom építése. Isten meg egészen egy év elteltével most itt vagyunk, és felszentelési szentmisén vehettünk részt. Szakoly új római katolikus templomát összességében 116 millió forintból építették fel. Ennek jelentős részét az egyházmegye finanszírozta, az állam különböző pályázati forrásokból 42 millió forinttal támogatta a beruházást, a helyi önkormányzat nagyjából 2,5 millió forintot fordított a munkálatokra, és a helyiek adományai is sokat segítettek. Azért kuriózum, mert Isten igazából minden egyház községünk rendelkezik már templommal vagy kápolnával. Püspök atya úgy nyilatkozott a napokban, hogy ez az első templom a püspöksége idején. Hát én azt kívánom, hogy jó néhányat építsen és szenteljen fel, és ezzel épüljenek a keresztény közösségeink.
A Szent István király tiszteletére épített új római katolikus templom első szentmiséjén az új kenyeret is megáldották, megemlékezve ezzel az államalapítás évfordulójáról. A roma nők társadalmi helyzete, a hátrányos helyzetű diákok segítése, valamint a román, szlovák és lengyel kisebbségek identitásának megőrzése, egyebek mellett ezekben a témákban tartottak előadásokat Szatmárcsekén, a nemzetiségi találkozón, amit a Vármegye önkormányzata szervezett az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben című projekt keretén belül. Minél régebbre tudja valaki visszavezetni a családfáját, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a családi vérvonalban különböző nemzetiségek találkozását fedezi fel. Ezzel a gondolatmenettel kezdte köszöntőbeszédét Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke a Szatmárcsekén tartott nemzetiségi találkozón. Leginkább a roma cigány nemzetiséggel vannak napi érintkezési pontjaink, hiszen ők vannak legnagyobb számban a Vármegyében. Csekély számban németek a határ néhány településén, illetve Napkoron, Rakamazon, és hát tirpákok, szlovákok, akik eltűnőben vannak sajnálatos módon. Emellett persze a nemzetiségi törvénynek köszönhetően van Nyíregyházán lengyel nemzetiségi önkormányzat, ruszin, ukrán nemzetiségi önkormányzat is működik a Vármegye székhelyen. Tehát ezek a nemzeti közösségek igazán kis létszámúak, és mondjuk az utóbbi években betelepültekből állnak, hiszen őshonos nemzeti közösség, tirpák, szlovák közösség van Nyíregyháza környékén, Nyíregyháza bokortanyáin. Nagyon erősen, sajnos nagyon erősen asszimilált állapotban, és ugyancsak ez az a németekre is. Bárkányi Tamás kiemelte, a Vármegye települései erős kapcsolatokat építenek a lengyel testvértelepülésekkel, ami a két ország közötti együttműködést is erősíti. 7 olyan megyei településünk van, akinek élő lengyel testvérvárosi kapcsolata működik. Legizgalmasabb az ópái együttműködés, mert ópáinak a testvérváros Dukla, ők 46 évvel ezelőtt kötötték meg az együttműködési szerződést. Erősné Balogh Szilvia, az Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesületének elnöke úgy fogalmazott, céljuk a roma kisebbségek segítése a társadalmi felzárkóztatásban. Például az iskolai lemorzsolódás megakadályozásával, de különösen fontos számukra a roma nők támogatása is. A roma nők terén én azt gondolom, hogy ott nagyon nagy változás van, hiszen a roma nők egy körülbelül 10 éve elkezdtek másképp gondolkodni, másképp élni. Ugye azok a fajta tradíciók, amit korábban jelen voltak, hogy a férfi ugye otthon eltartotta a feleséget, és otthon volt, hogy a családanya szerepét töltötte be csak a nő, most már megjelennek a munkaerőpiacon, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen ugye a mindennapi megélhetést és a szükséglet kielégítéséhez nagyon fontos, hogy egy családban legalább a két szülő dolgozzon. Laborci Géza, az oltalomszeretet szolgálat igazgatója úgy fogalmazott, a mai történelmi helyzetben különösen fontos, hogy a nemzetiségek és a különböző kultúrák találkozásából ne konfrontáció, hanem egy új minőség szülessen. Azért is vagyunk itt, mert mi ilyen egymásra épülő szolgáltatási lépcsőfokokat építettünk ki az évtizedek folyamán, hogy aki bajban van, az a gyerekkortól éppen akár az egyetemig is tudjuk végigkísérni. A fetébe a első 1000 napban kapjon a gyerek egy olyan segítséget meg a család, hogy ne a nyomor szocializálja, hogy mire az óvoda kapujába ér, sokszor a nehéz helyzetben lévő gyerek már alkalmatlanná válik mindenre. Az első 1000 napban a beavatkozásokkal segíteni próbáljuk, hogy ez ne így legyen. Óvoda, iskolába megfelelő képességű gyerek érkezzen, kollégiumainkba fogadjuk a nehézebb sorsú gyerekeket, és ott kap szintén egy többlettámogatást, vagy a tanodákon keresztül, és aztán a szakma, vagy egyetemen, egészen az egyetemig, és a roma szakkollégium meg azt segíti, hogy akkor már diplomához is jussanak. Laborci Géza előadásában elmondta, hogy eddig 150 diákot támogattak az egyetemi tanulmányok megkezdéséig. Közülük eddig 130-an szereztek diplomát, és valamennyien azóta is aktív munkavállalók, sokan közülük szociális területen.
Szünettel kedden az ügyfélfogadás Demetserben a kormányablakban technikai okok miatt. A kormányhivatal honlapján azt írták, a vármegye többi kormányablakát, például a Kemecseit használhatják a településen élők kedden. Újabb belterületi útszakaszokat korszerűsítenek Kisvárdán. Az önkormányzat egyik kiemelt célja az is, hogy korszerű csapadékvíz elvezető hálózatot alakítson ki a városban. A fejlesztéseket a területfejlesztési operatív programból finanszírozza a városvezetés. Felújított útszakasz Kisvárdán. A város a belvízzel közepesen veszélyeztetett területek közé tartozik. Az önkormányzat ezért kiemelten kezeli a csapadékvíz elvezetés megoldását. Ráadásul az elmúlt egy hónapban az időjárás is próbára tette az elvezető hálózatot. Több belvárosi útszakaszt már felújítottak. Erre 680 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott Kisvárda. Kisvárda egy alacsonyan fekvő település, tehát ez régen egy mocsárvidék volt, tehát Kisvárda mindig nagy gondot jelentett a csapadékvíz elvezetése. Most, ahogy már említettem, a klímaváltozás miatt óriási mennyiségű esők zúdulnak, nem csak Magyarországon, más országokban is, és nekem a jövőben ezt meg kell oldani. El kell vezetnem, legyenek befogadó rendszerek, tehát ne álljon az esővíz, ami ott marad, mit tudom, akár egy napig vagy két napig. Több útszakasz felújítása kezdődik a közeljövőben. Itt a Tátra utcában például több mint fél kilométeres szakasz kap új burkolatot. A korszerűsítést szintén a területfejlesztési operatív programból finanszírozza a városvezetés. Célunk tovább lépne, ezt követően is utak felújítása van folyamatban, amit már ebben az évben közbeszereztettünk, és bizon benne, hogy márciusra, tavasz végére utak megújulnak, új aszfaltot kapnak. Ilyen lesz a Háromszéki utca, a Tátra utca, Vasút utca, és amit a belváros környékén, a Flórián tér, mindig problémás Kánkás tó, illetve a Farkashegyi utat szeretnénk felújítani. Pontosabban erre már megnyertük a támogatást, teljes 100%-os támogatással. A burkolat felújítása mellett kicserélik a hibás aknafedőket és az útpatka rendezését is elvégzik. Nem csak korszerűsítés, útépítés is kezdődik, a Farkashegyi út 4 méter széles aszfaltburkolatot kap majd. Nem a rossz út, hanem vélhetően a nagy meleg miatt gyulladhatott ki egy kamion ajakon a benzinkúton. A teherautó faszenet szállított. A meggyulladt szerelvényt lekapcsolták, majd a tűzoltók eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. Csúcson van a parlagfű pollenje. Az arra érzékenyek egészen október elejéig szenvedhetnek az agresszív gyomnövény miatt. Nem csak ez okozhat problémát, hanem az úgynevezett keresztallergia is. Akár az olyan szezonális zöldségek is válthatnak ki szájüreg viszketést, esetleg hasi görcsöket, mint az uborka és a cukkéni. Dietetikusok szerint egy 4-6 hetes speciális étrend segíthet megszüntetni a keresztallergiát. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint magas koncentrációban van jelen a levegőben a csalán és kenderfélék pollenje. Valódi bajban viszont azok vannak, akik a parlagfűre allergiások. A gyomnövény általában augusztus végén, szeptember elején tetőzik, de a pollen szemek az első fagyokig jelen lehetnek a levegőben. Ilyenkor az sem mindegy, hogy mit eszünk. Vannak bizonyos anyagok, amelyek képesek más anyagot helyettesíteni vagy utánozni, ami az allergiás tünetek megjelenését eredményezheti. Ennek hátterében az anyagok kémiai szerkezetének hasonlósága áll. Az egyik leggyakoribb és talán legismertebb a görög dinnye parlagfű keresztallergia. A pollenallergia egész évben okozhat panaszt a betegeknek. Jelenleg most a parlagfűnek a szezonját érjük. A parlagfűnél a keresztallergiával kapcsolatban a legtöbb embernek a görögdinnyének a fogyasztása jut eszébe. Ezen kívül egyébként a cukkini, az uborka, esetleg a banánnak a fogyasztása is okozhatja a tüneteknek a fokozódását. De egyébként a nyírfa pollennel kapcsolatban gyakrabban beszélhetünk ételkeresztreakcióról. Ott viszont nagyon sokféle gyümölcs, akár olajos magvaknak a fogyasztása, vagy akár néhány gyökérzöldségnek, mint például az ellernek és a sárgarépának a fogyasztása is fokozhatja a panaszokat. A pollen allergia tünetei tipikusan a tüsszögés, orrfolyás, könnyezés, szemviszketés. Pollen étel kereszt allergia esetében egy adott étel elfogyasztásának hatására nem ezek a tünetek fokozódnak, hanem a szájüregben lép fel először allergiás válasz. Kialakulhat viszketés a szájüregben, ajak vagy nyelvduzzanat, de akár kellemetlen hasi tünetek is jelentkezhetnek.
hasi görcsök, illetve puffadás, nagy isten hasmenés, akkor érdemes orvoshoz fordulni, hogyha arra gyanakszunk, hogy valamelyik gyümölcs vagy valamelyik zöldségféle az, ami pluszban még esetleg panaszt okoz. A legkülönben ezt úgy tudjuk meghatározni saját magunknak, hogyha egy ideig táplálkozási naplót vezetünk, és felírjuk naponta, hogy mi az, amit fogyasztottunk, és mik azok, amiknek a fogyasztása után esetleg fokozódtak a tünetek. Szakértők szerint egy 4-6 hetes étrend, amely nem tartalmazza ezeket a keresztallergén ételeket, már javíthat annyit az intolerancia állapotán, hogy aztán fokozatosan vissza lehessen vezetni az adott élelmiszert a táplálkozásba. Hiszen, mint a dietetikus elmondta, hosszú távon az a cél, hogy kiegyensúlyozott, változatos étrendet kövessünk. A szombaton kezdődött budapesti atlétikai világbajnokságon rajthoz álltak vármegyei sportolók is. Rögtön az első napon szenzációs eredményt ért el Hellebrand Máté gyalogló, aki csaknem egy percet javított egyéni csúcsán és a 23. helyen ért célba. Tóth Balázs súlylökő rögtön első próbálkozása 17 méter 37 centit dobott, amellyel a 35. helyen zárt. A nyíregyházi sprinter Boros Bence 10,7 másodperces eredménnyel nem jutott a 100 méteres síkfutás elődöntőjébe. Másnap, vasárnap a diszkosz vető Kerekes Dóra 54 méter 41 centis eredményével összesítésben a 33. helyezést érte el. A férfiak között Szikszai Róbert mutatkozott be, de jelentősen elmaradt idei legjobbjától, 60 méter 64 centiméteres dobásával a 30. helyen végzett. Csütörtöktől szombatig harmadik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Sallai József emléktornát. A házigazda NKK 5-ös és a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os csapatai mellett 4 hazai akadémiai együttes és 2 külföldi gárda lép pályára a tornán. A döntő szombaton 12 órakor kezdődik a Zrínyi Tiszavasvári úti csarnokában. Sallai József több évtizedes nevelőedzői pályafutása alatt rengeteg gyereknek adott kosárlabdát a kezébe, és közülük nagyon sokan eljutottak az élvonalig és a válogatottságig. 2 éve már egy torna is viseli a legendás edző nevét, az U16-os korosztály képviselői augusztusban tisztelegnek Sallai József emléke előtt. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub ezúttal is nemzetközi mezőn toborzott a tornára, amelyen a 2 nyíregyházi csapat mellett kiemelt és akreditált akadémiák együttesei is pályára lépnek. Romániából jön Nagyvárosról egy csapat, Szlovákiából, Prievidzából, Magyarországról jön 2 kiemelt nemzeti akadémia csapata, a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia és a Deac Kosárlabda Akadémia, és jön 2 országosan is akreditált, országos szövetség által akreditált akadémia, a Vasas Kosárlabda Akadémia és a Szolnoki Kosárlabda Akadémia, és természetesen a 2 nyíregyházi csapat, Nyíregyházi Sportcentrum és az NKK 5-ös. A rendezőklub csapata az előző idényben feljutott az országos főtáblára, és a következő szezonban legalább ezt a szereplést szeretnék megismételni. Az elnök el is mondta, hogy mi az elvárás a csapattal és a tornával szemben. Tulajdonképpen az, hogy megnézzük, hogy hol tartunk a felkészülés során. Július 27-én kezdtük el az edzéseket, akkor még csak napi egyet, de augusztus 1-től már napi 2-vel készülnek a fiúk. Nagyon jó erőfelmérő ez a bajnokság előtt, hiszen szeptember közepén már előselejtezőkkel indul a kadett korosztályban az országos bajnokság, és a másik elvárás természetesen az, hogy Sallai tanár úrra méltóképpen megemlékezzünk. A torna csütörtökön 14 órakor az NKK 5-ös Szolnoki Kosárlabda Akadémia mérkőzéssel kezdődik a Vessik csarnokában. Szombaton az 5., 6. és a 7., 8. hely sorsát a nyírpazonyi sportcsarnokban döntik el a csapatok. A bronzmérkőzés szombaton 10 órakor, a döntő pedig 12 órakor kezdődik az Zrínyi Tiszavasvári úti csarnokában. Fontos győzelmet aratott az MB2 hétvégi fordulójában a Nyíregyháza Spartakusz, a listavezető és eddig hibátlan Eto FC Győr csapatát verték meg a hazai pályaként szolgáló Balmazújvárosban szombaton. A Spari 9 ponttal a 6. helyen áll, a következő fordulóban Soroksáron vendég szerepel a Nyíregyháza Spartakusz. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Az államalapítás ünnepén Szent István király tiszteletére szentelték fel Szakoly új római katolikus templomát. A 116 millió forint összértékű beruházás alig 9 hónap alatt valósult meg a községben. Szakolyban azért volt szükség új templom építésére, mert az előző épület leromlott statikai állapotban volt, ott már nem lehetett szentmisét tartani.
Újabb belterületi útszakaszokat korszerűsítenek Kisvárdán. Az önkormányzat egyik kiemelt célja az is, hogy korszerű csapadékvíz elvezető hálózatot alakítson ki a városban. A fejlesztéseket a területfejlesztési operatív programból finanszírozza a városvezetés. Csúcson van a parlagfű pollenje, az arra érzékenyek egészen október elejéig szenvedhetnek az agresszív gyomnövény miatt. Nem csak ez okozhat problémát, hanem az úgynevezett keresztallergia is. Akár az olyan szezonális zöldségek is válthatnak ki szájüregviszketést, esetleg hasi görcsöket, mint az uborka és a cukkéni. Dietetikusok szerint egy 4-6 hetes speciális étrend segíthet megszüntetni a keresztallergiát. Augusztus 21-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés. Friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka derült tiszta időre lehet számítani, a hőmérséklet 21 és 23 fok közé hűl le. Kedden napközben folytatódik a nyárias meleg idő eső nélkül. A hőmérő higanyszála 32 fok fölé is emelkedhet. A hét további részében marad a kánikula, csapadék nem várható, végig 30 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.